Az év utolsó rendes közgyűlésén tárgyalták a megyei munkaerőpiaci helyzet alakulását. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legmagasabb a régión belül a foglalkoztatottsági ráta, 57,9%-os. A közfoglalkoztatás kapcsán elhangzott, a megye településein 30 ezer fő alá csökkent a közfoglalkoztatottak száma, ez a szám tavaly még 40 ezer felett volt. A megyei közgyűlésen azt mondták, a szám azért csökken, mert egyre többen térnek át a piaci munkavilágába a közfoglalkoztatottságból. A legnagyobb probléma pedig még mindig a szakképzettség hiánya. Ezért is indítanak több képzést a közfoglalkoztatásban, és a közeljövőben 5000 főt vonnak be. Van jelentős számú munkaerőtartalékunk, de ez nem elég képzett, illetve talán nem is elég motivált, hogy az elsődleges munkaerőpiacon vegyen részt. Ebben kellene nagyobb erőfeszítéseket kell tennünk, hogy a még mindig nagy számú közfoglalkoztatottból minél több embert tudjunk átvinni az elsődleges munkaerőpiacra. Általános tapasztalat, ha a munkahelyi paktumról beszélünk, amelyben ugye a megyei önkormányzat is részt vesz, hogy arra panaszkodnak a cégek, újonnan betelülő vállalkozások, hogy nem találnak kellő számú munkaerőt. Ez nyilván olyan szempontból jó folyamat, hogy a bérek emelkedéséhez vezet, hiszen ahhoz, hogy a külföldön dolgozó, vagy az ország más részein dolgozó munkavállalókat haza csábítsák, ezek a cégek magasabb béreket kell adni. Valóban egy munkaerő piaci, valódi piaci helyzet kezd kialakulni a munkabérek vonatkozásában, ez ilyen szempontból örvendetes. A Fidesz frakció tagjai üdvözölték a javuló foglalkoztatási eredményeket, és bíznak benne, hogy a most munkanélkül lévők is el tudnak helyezkedni a közeljövőben. Én abban tettem javaslatot, és abban látom a problémát, hogy most ugyebár az indikátorok, azok egy mennyiségi jellegű kérdéseket írnak elő, hiszen ezeknek az embereknek a munkaerőpiacra való átintegrálása közfoglalkoztatáson keresztül nyitnak kaput és lehetőséget. Itt egy mennyiségi mutató van, amelyeket használunk. Én abban látnám a megoldást, hogyha nem mennyiségi, hanem minőségi és teljesítménymutatók is szerepet játszanának a jövőt illetően, hiszen most már ebbe az irányba kell gondolkodnunk, amelyben olyan jellegű képzést, képesítést tudunk ezeknek az embereknek adni, hogy ténylegesen tudjanak beilleszkedni az elsődleges munkaerőpiacon. A szocialisták szerint a legnagyobb probléma a szakképzettség hiánya, amin a futó tanfolyamok sem minden esetben segítenek. Magyarország az európai konjunktúrát jól kihasználva valóban egy olyan helyzetben van ma, amikor nőtt a foglalkoztatottság, csökkent a munkanélküliség, és valóban sok közfoglalkoztatottból is lett immáron a verseny szélában foglalkoztatott az elmúlt időszakban. Ugyanakkor azt látjuk, hogy nagyon sok olyan állás van, jelenleg már Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, amit nem tudnak betölteni szakképzett munkaerővel. Itt látunk hiányt a szakképzésben, bizonyos hiányokat, és úgy látjuk, hogy ez a folyamat, ez korlátosan fog tudni már a továbbiakban csak megvalósulni, nevezetesen, hogy a közfoglalkoztatásból az üzleti szektorba menjenek át emberek. Napirend előtt a jobbikos képviselők a megyei büntetés-végrehajtási intézményekben uralkodó állapotokról és a férőhelyek hiányával kapcsolatban emeltek kifogást, valamint kérdést tettek fel az ígért két új intézmény helyzetéről. A testület ugyan elfogadta, de a Jobbik nem támogatta a megyei roma önkormányzattal való együttműködési megállapodást. Hiányoltuk azt, hogy magának a nemzetiségi megyei önkormányzatnak a vezető egyetlen egy alkalommal sem tisztelte meg ezt a megyei közgyűlést a jelenlétével, akkor, amikor az őket érintő előterjesztéseket tárgyaltuk át. Ez egyrészt én azt gondolom, hogy nekem személy szerint, vagy nekünk, mint képviselőknek, megyei önkormányzati képviselőknek egyrészt rendkívül visszás és rosszul is esik, hiszen azért kötjük ezeket a szerződéseket ezzel a szervezettel, illetve ennek a szervezetnek a képviselőivel, hogy igyekezzenek a cigányság helyzetén javítani, igyekezzenek a roma embereknek a mindennapi megélhetésében valami fajta előrelépést tapasztalni, elérni, és bevalljuk az igazat, hogy ezt a fajta partneri viszonyt mi nem tapasztaltuk. Az ülésen több cigány szervezet képviselő is részt vett. Felszólalásukban elmondták, fontosnak tartják az ügy rendezését, illetve a hatékonyabb érdekképviseletet. A testület ülésen résztvevő Nemzetközi Roma Unió képviselőjének a közgyűlés elnöke adott szót a témával kapcsolatban. A cigányság felzárkóztatása és az integráció kapcsán hangsúlyos és ugye egyben megkerülhetetlen az, hogy azok a választott vezetők, akik a megyei szinten is képviselik a cigányságot, jelenjenek a bizottsági üléseken, vegyenek részt azokon az üléseken, ahova őket meghívják,
és álljanak ki a cigányságért. A közgyűlésen a megyei önkormányzat támogatását biztosította Debrecen városának a 2023-as Európai Kulturális Főváros címhez. Az ülésen elhangzott, a jövőben a meglévőnél is szorosabb együttműködést akarnak folytatni minden területen.